Hare Krishna, vagyatok? Hare Krishna, Bhakti Pátrabhu fogadhatóan minden dicsőséget Srila Prabhupádnak. Mondulat minden dicsőséget Srila Prabhupádnak. Egy pillanatnyi türelmet, Bhakti Pátrabhu, már csak Latit nem érjük el. Hát, ha sikerülne gyorsan, mert még van egy percig. Jó, oké. Mindjárt megkérdezzük. Valaki segítsen már nekem, hogy mi van velem. Most a fényképedet látjuk, Marika néni, tehát videót nem látunk, hanem a fényképedet. És semmi. Nem tudom, hogy azóta nem is mondtam össze. Aha, tabletem vagy, Marika néni? Tessék? Ugye? Tabletem. Igen, igen. Gizi, hogy szoktad a videót bekapcsolni a tableten? A zöld gombot megnyomom úgy. Amikor már hívásban vagy? Igen. Marika néni, hogyha rákattintasz valahol a képre, most, hogy hívásban vagy, ott van egy ilyen videójel, meg van egy mikrofon. A videójelre, ha rákattintasz, akkor látnunk kellene. Igen. Sikerül? Mert hallani hallunk. Nem rakkozni. Nem tudom, nem tudom most. Amit eddig csináltam, minden csinálok, és az nincs, amit mondom. Tehát nem tudom. Úgy, hogy rákattintasz magára a tabletnek a felületére, akkor nem jön ki ez a hármas jel? Van egy mikrofon, egy videó, meg a kikapcsolás, a piros? Nem, ez az, hogy nem. Most hát ezt berácsörgök a Latira egy pillanat, mindjárt visszatérve. Hare Krishna, nem tudom, hogy nálam van hang, vagy. Van hang, van hang. Hare Krishna, Hare. Van, csak látni nem látunk, de azt mondtad, hogy a... Már megpróbálok, ha nem, akkor nem... Jó, jó, így is, hogyha legalább hallasz, amikor hallunk. Talán több már kialakul. Videót viszél. Rita, jövő héten mikor dolgozó? Nem? Ja, bocsé, nekem szólt. Igen, igen, hogy jövő héten mikor dolgozó? Kedden nem dolgozom. Kedden nem? Szabadságot. Többi napom meg igen. Igen. Jó. Nos. Na, mindjárt tud csatlakozni, csak kell neki egy tisztet. Jó, akkor szerintem, hogyha mindenki hall minket, ugye? Nem. Én igen. Okay, rendben. Igen. Szuper, nagyon jó. Akkor Anita sajnos nem tud csatlakozni, de mindenkit üdvözöl. Lacinak körülbelül még egy 10 perc lenne, de akkor elkezdenénk. Jó, a programot. Úgyhogy akkor Bhakti Pátrabhu, akkor megkérnénk, hogy akkor tartsd meg a leckét, és akkor közben majd a híváshoz hozzárakjuk Lacit is. Köszönjük szépen. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Hare Krishna. Hare Krishna. Oké. Bhakti Pátrabhu, egy kicsit halkan hallunk. Halkan halljátok? Igen. Igen. Vagy nem tudom, a többiek, ti jó halljátok Bhakti Pátrabhut? Van. Nagyon. És most? Egyáltalán nem van. Most jobb? Jobb lett? Egy kicsit. Vagy kicsit jobb. Igen. Igen. Kicsit. Jó, akkor még egy kicsit erősítettem most. Nagyon jó. Köszönjük. Oké. Okay. Jó. Le fogok venni füleseimet, mert magamat hallom, és akkor így nehéz lesz beszélnem. Jó? Ez azt jelenti, hogy nem hallom, hogyha közben beszéltek. Jó, nem beszélünk. Uh-huh. Jó. Hoppá. Hoppá. Hoppá.
ki is húztam egyelőre a fülesemet. És oké, akkor... de egyelőre kell, hogy halljam benneteket már mindjárt, mert felolvasunk, nem is elmondjuk a mantrákat, és utána felolvasunk a verset, és akartam megkérni, hogy köztetek valaki majd olvasson a magyar fordítás és a magyarázatot, de előbb mondjuk akkor a mantrát. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Akkor most tudom, mit kell csinálnom, hogy ne visszarakom ezt a dolgot. Már rájöttem, hogy itt is lehet hangot állítani. A hetedik fejezetből fogunk olvasni, akkor itt tudok téteket hallani most. Hetedik fejezet Bhagavad Gita-ból olvasunk 20. verset. Akkor ki tudja felolvasni? Vagy olvasom fel előbb szanszkritot, ugye? Igen, és utána majd felolvassuk akkor a magyart, jó? Bakti Pátra. Oké. Akkor olvasunk a szanszkritot. Kamaisztáisztár hrita gyána prapádjente. Ja, ti is olvashatok utána? Ja, nem, csak gondoltam. Ja, jó. Kamaisztáisztáj hrita gyána prapádjente nya dévata tam niyámam asztáján prakritya niyatak svaya. Akkor mehet akkor a magyar. Jó. Sia Prabhupád fordítása. Akiket az anyagi vágyak megfosztottak értelmüktől, meghódolnak félistenek előtt. Most valaki miatt visszhangzok. Le tudjátok halkítani? Igen, mindenki kapcsoljon le a mikrofonját, légy szíves. Oké, nézzünk csak. Most pillanatban, hogy a Marika néniek csatlakoznak. Uh-huh. Megpróbálom hozzá, hogy eltűntek. Na, akkor próbálkozunk. Ó, Gizi, megtanítod le, ha kiítod a... tudod, az a kis mikrofon jellel. Mert hogy nagyon visszhangozni fog. Á, most jó lesz szerintem. Igen. Oké, na nézzük. Tehát akiket az anyagi vágyak megfosztottak értelmüktől, meghódolnak a félistenek előtt, és követik a saját természetük szerint kiszabott imádat szabályokat. Srila Prabhupád magyarázata. Akik mentesek minden anyagi szennyeződéstől, azok meghódolnak a legfelsőbb úr előtt, és odaadóan szolgálják őt. Addig, amíg nem tisztulnak meg teljesen az anyagi fertőzéstől, az emberek természetüknél fogva abakták. De még ha anyagi vágyai is vannak valakinek, ha a legfelsőbb úrhoz fordul, már nem vonzódik többé túlságosan a külső természethez. Mivel a helyes cél felé halad, hamarosan teljesen megtisztul az anyagi kéjtől. A Srimad Bhagavatam azt ajánlja, hogy akár tiszta bhakta valaki, s mentes minden anyagi vágytól, akár tele van ilyen vágyakkal, akár az anyagi szennyeződésektől akar megszabadulni, minden esetben hódoljon meg Vászudéva előtt, s imádja őt. A Bhagavatam 2.3.10 kijelenti. Akáma szarva kámóvá, moksa káma udáradi, tivréna bhakti jogéna, jajjéta purusam param. A lelki ítélő képességüket elvesztett, nem túlzottan intelligens emberek, anyagi vágyaik azonnali teljesülésének reményében a félisteneknél keresnek menedéket. Ezek az emberek általában nem fordulnak az Istenség legfelsőbb személyiségéhez, mert az alacsonyabb rendű kötőerők, a tudattanság és a szenvedély tartják fogva őket, így a különféle félisteneket imádják, és az imádat előírásszerű követése elégedetté teszi őket. A félistenek imádóit kicsinyes vágyak hajtják, és nem tudnak arról, hogyan érhetnék el a legfelsőbb célt. A legfelsőbb úr baktája azonban a helyes úton jár. Mivel a védikus irodalom a különféle célok érdekében különféle félistenek imádatát ajánlja,
egy beteg embernek például azt tanácsolja, imádja a napot, ezért az abakták úgy vélik, hogy a félistenek bizonyos szempontból jobbak a legfelsőbb úrnál. A tiszta bakta azonban tudja, hogy a legfelsőbb úr Krisna mindennek a mestere. A Csétanya Csaritámrita Ádi 5.142 azt mondja, Ékali Isvara Krisna ára szava britja. Egyedül az Istenség legfelsőbb személyisége Krisna az úr, mindenki más szolga. Éppen ezért a tiszta bakta sohasem fordul a félistenekhez anyagi szükségletei kielégítésért. A legfelsőbb úrra bízza magát, s elégedett mindennel, amit az úr ad neki. Köszönjük szépen. Én is. Om Agyanati Mirandasyan Kinanjana Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Okay, jó, akkor itt ez a vers. Tamasztasztály ritágyána prapadjante prapadjate anya devata tam tam niyamam asztája prakritya niyata svaya. Pont most volt tartottunk Bhagavad Gita-t 9. fejezetről itt a Szombathelyen, és leveszem, akkor most én benneteket nem hallom, ameddig nem veszem vissza a fülest. És tanultunk, pont megbeszéltük, hogy miért valakik félisten imádják. Itt Srila Prabhupát magyarázatban is kifejti, amit most olvastunk, hogy anyagi vágyok, de Srila Prabhupát rögtön magyarázatba idézi egy verset, hogy lehet, hogy vannak anyagi vágyad, de mi mindig érdemes Istent, Krisnát szolgálni, mi mindig az sokkal fontosabb. És akkor ez a szép verset Srimad Bhagavatam második ének, harmadik fejezetből is idézi. A káma szárva káma vá moksa káma udaradi tívréna bhakti yogina yajinta purusha param. Hogy a káma, hogyha neked nincsen semmi vágyod, szárva káma, minden vágyod, ami el se tudsz képzelni, rendelkezel, a káma szárva káma, moksa, hogyha te szeretnél felszabadulni, megtisztulni a karmától, moksa karma udaradi tívréne bhakti yogina, akkor, hogyha ezt a, akkor használjál ezt a hatalmas folyamatot, hogy tívréne bhakti yogina, akkor minden yajata purusha param, ahol legfelsőbb úrat szolgálod, és akkor, akkor minden vágya lesz teljesítve. És az az intelligens ember, ahogy mondja itt a vers és a Srila Prabhupát, aki nem keresi a félisteneket, mondja, igen, vannak akik, mint mondja példát, akik egészség, akkor a napistent imádja, akkor akarja pénzt, akkor Ganést fog imádni, és akkor annyi sok minden félistent lehet imádni. De mikor valaki imádja a félistent, nem Krisnát, akkor, amikor nincsen megértés, hogy félistenek is függnek. Hogy félistenek függnek Krisnán. Hát akkor fölösleges körök. Nem mondom egy példát, hogy régen Szovjetunióban, meg Ukrajnában, amikor akartál jogosítványra egy papírt,
akkor csomó orvost kellett megjárni. Ezt képzeljétek el. Akkor, hogy erről legyen aláír, vagy rendben van, akkor ehhez orvoshoz mennyi, akkor arról kell leírás, aláírás ezzel a jogosítványi papíron, akkor ahhoz az orvoshoz, és mindig csak mászkálni kell. Fél napot mindenhol kell mászkálni orvostól orvosig, hogy végül utána a főorvos megadja a pecsétet, vagyis, hogy neked van érvényes papírt a jogsírra, másképp nem tudnak meghosszabbítani. De hogyha valaki tudja megcsinálni, úgyhogy nem kell mindenkit járni, csak egy orvoshoz oda megy, és akkor ő tud mindenki helyet adni rögtön egyből aláírni és pecsétet, akkor nem veszítesz ennyi idejét, energiát, hogy mindenhova szalagálsz. Szóval ilyen lehet, ilyen, ez hasonló, mint most fülösleges köröket járni, félisteneket imádni. A 9. fejezetben, amit most tanultunk együtt, ott pont először Krisna magyarázza az ő kapcsolatot a világgal. És a mi filozófiánkat tanítja a 4. és 10. vers között, 9. fejezetben, a Csintya Béda Béda Tatvát. Ez az ő kapcsolata a világgal és a teremtményekkel, teremtéssel. Végül ő egy szempontból Béda, külön van a világtól, van egy világ, ami meg van teremtve, de ugyanakban az időben ő saját a keftelésekben részt vesz lelki világba, ami, ahogy mondják a védikus írások, hogyha akarsz elmenni lelki világba, akkor hogyha 10 000 évig, vagy akár mennyi ezer, 10 000 napfény évekig keresztül utazol elmesélyességével ebbe az univerzumba, akkor se tudsz megközelíteni az univerzum szélét, nem csak a lelki világot. Szóval ilyen messze van Krishna egyik szempontból, de ugyanakkor Abeda, ő benne van a teremtésben, mert ez a teremtés ez az ő energiái, minden, mert miből teremt, amikor volt egy vitatkozás, a tudósok mondták, mi Isten teremt, hát mi is tudjunk teremteni, én is tudom teremteni. És akkor Isten mondja, jó, na akkor nézzük meg, mondja Isten neki. Akkor mondja Isten, hogy akkor én fogom földet, összekeverem a vízzel, és teremtek. És akkor mondja a materialista, hát én is fogom a földet, fogom a vizet, és teremtek. Erre mondja Isten, várjál. De hát kinek a földjét fogod, kinek a vizét fogod? Azt fogjál, ami a tiéd, és abból teremts. Szóval így, mivel minden ő tőle jön, ő teremti, ezért ő a Abeda nem különbözik ettől a világtól, mert itt ebben a világban bármit, amit fogunk, megérintjünk, meg a saját testünket, hogy megérintjünk, ez az Istennek az energiája. Így ő benne van energia által, de ugyanakkor külön is van, mint egy személy, szóval ő nem változott, és amikor megvan teremtve anyagi világ, akkor ez az anyagi világ teljesen rajta függ. Amikor ő teremti, akkor nem személyesen teremti, hanem a saját energiája által meg van teremtve. De amikor kész, akkor van bizonyos törvények, amit irányítják a anyagi világot, de ezek a törvények mindenkire hatnak, meg a félistenekre is, de Krisnára nem hatnak. Szóval ő sose lesz alá rendelve a anyagi törvényeknek, hanem ezt is ő találta ki. Szóval neki nem hatnak se idő, se a karma, se semmi. Mert ő transzcendentális, és akkor ő az élő lénynek a anyagi vágyak teljesítése érdekébe teremtette. Ugye a párjám Dharyatam Jagate
Igen, azt mondja ugyanitt, amikor a hetedik fejezetben Krishna magyarázza, hogy ez az anyagi világ, ez az én elkülönült energiáim, Bumi rapona lovajur kammano budirevacsa. Bina prakriti astada. És mondja, hogy ez bina prakriti, ez az én elkülönült energia, ez azt jelenti, hogy én ezt kibocsájtottam, de ez az energia képes függetlenül tőlem dolgozni, úgy függetlenül, de egy szempontból, de ugyanakkor az én kontrollom és az én akaratom szerint fog működni, másképp nélkülem nem tud működni semmit. Ugyanúgy, mint egy test nem tud működni a lélek nélkül. Például mi, mint lelkek, mi itt vagyok benne a testben, és adjunk azt az energiát, hogy működjön a testünk, és mintha függetlenül tőlünk működik. Ugye köztetek is szokott gondolkozni, apa, most megy az emisztésem? Most nem hagyta ki a szívverést a ritmusából? Nem jött ki? Mi ezzel nem foglalkozunk, hanem működik függetlenül tőlünk a testünk, de függ rajtunk, mert mi, hogy kilépjünk a testből, abban a pillanatban összeomlik minden, és akkor nem csak leáll összes működés, hanem bomlani is kezd. Szóval a lélek nélkül össze nem csak leáll a működés, hanem nem lesz fenntartható. Ugyanúgy anyagi energia, ami mit, hogyha külön Istentől, de nem tud külön tőle működni, és fenntartva lenni, ezért ő teremti, ő fenntartja, ő adja azt a fenntartást. És akkor mondja, de ez az anyagi energia, az apara. Ez apara prakriti, ez azt jelenti, hogy az én alacsonyabb rendű energiám. De apariam itastvanyam, utána prakritim vidhi meparam. Akkor tudd meg, hogy van paraprakriti, van magasabb rendű energia, fősebb rendű energia, jiva, buta, mahabaha. Azok a lelkek, jivák. És én ezt a anyagi energiát azért teremtem, hogy ezeknek a lelkekek, akik illúzióban vannak, és azt gondolják, hogy külön tőlem tudnak lenni, és tudnak külön tőlem boldogok lenni, akkor dharjate, jajedam dharjate jagat. Akkor én nekik teremtem ezt az anyagi, anyagi világot. Na most itt, amikor félistenekről olvastunk, az azokról van szó, akik nem tudják erről. Hogy végül Isten teremtett világot azért, hogy lelkek, akik illúzióba akarnak maradni, a vágyak teljesüljenek, akkor mi elkülönült, mintha külön lenne a világ, azért kell, mert hogyha ember mindig fog tudni, hogy minden isteni, minden az övé, akkor nem érzi valami sajátjának, akkor nem tud teljesíteni a vágyat, hogy legyen valami az enyém. Ezért ebben a világban ember elfelejti. És akkor vannak különböző utak, akik teljesítenek a vágyokat maguknak, valakik tiszta materializmus által teljesítenek a vágyukat, de valakik félisteneket imádnak, és gondolják, hogy a félisten ez a legfelsőbb, vagy egyenlő istennel, sok isten van, te ezt az istent imádod, Krisnát, én pedig Sivát, vagy Ganest. És amikor egy rangra próbálnak rakni, ez az Alpa Midasa. Ez azok, akiknek nincsen túl sok a tudása. Mindjárt visszamegyek itt erre a versre, ahol voltunk. Alpa Médasza, igen, mert 15, mindjárt egy másik versre megyek még itt. 16. Nézzünk csak. Következő, mindjárt meg akarok. Lehet, hogy ez pont. Lehet, hogy pont itt lesz, ahol mi vagyunk. Ah,
Aha, lehet, hogy akkor itt mindjárt egy pillanat. Megmondjuk a 20, akkor már ezt nem lenne. Tam-tam, ez a briti. Aha, oké, ez volt a 20. Nem. Mindegy, megyünk tovább. Szóval Krisna mondja igazából azok, akik, van kettő kategória, aki filisteneket imádják. Az egyik kategória az, aki egyrangúan látja, és gondolja mindegy, te Krisnát imádod, én Visnod, én pedig Sivát, és akkor tök jó, mi jó fejek vagyunk mindennyian, mert nagyon jó menő dolgokat csinálunk együtt, és akkor menjünk tovább. Szóval vannak, akik azt gondolják, hogy egyenlő Istennel, a filistenek, akik függnek tőle, kapnak mindent, és az ő áldása nélkül nem tudnak nekünk semmit megadni, még a filistenek is, mert Krisna erről beszél, ugyanúgy a 7. fejezetben, amikor mondja, Rasoham apsokontaya, én vagyok víznek az íze, szóval már a víz nem tud ízletes lenni, hogy a Krisna nem rakja be ezt a rasszat, ezt az ízlelő energiát a vízbe. Prabhasmi sási szúrjája, hogy meg a nap, meg a holdnak a fénye, a hője, ez minden rajta múl, én vagyok az, és szóval én adok ezt az energiát. És akkor gondolják, nem, ezek a filistenek, ők önállóak, teljesen függetlenek Istentől. Akkor már ott már tudjátok, van olyan is filozófia, amikor van kettő erő a világban, van Isten és van a Lucifer, akkor azt mondják, hát ez ugyanaz, mint a kettő oldal egy érmének, ugyanaz az Isten, de hogyha elől nézel Isten, hátul nézel a hátát, az a Lucifer, hallottát, ilyeneket, spekulációkat. Mint hogy amikor a gónosz, az egy komoly konkurencia Istennek. Ez minden ostobaság. Krishna 9. fejezetben mondja, ez mudha, aki ilyeneket gondolja, hogy itt Istennek van valaki, aki hasonló hatalmával rendelkezik, az nagyon nagy butaság, ostobaság, mudha. Mert ő, Krishna, ő egyetlen egy Param Svayam Bhagavan, vagy Paramatma, legfelsőbb istenség személyisége. A többi mindenki a Jivatma, lelki természetük. Lehet, hogy van mint például itt a Földön vannak a különböző, mindenki ember, de emberek között van, akik egy sima munkás, nincs hatalma semmint, csak a lapáta fölött van hatalma, vagy macska, ami otthon van, az kő fölött használja, gyakorolja hatalmát, vagy a kiskutya fölött. Akkor van mondjuk a cégvezető, annak már több hatalma van, akkor van a országnak a vezetője, de ők mindenki természet szerint egyforma emberek. Ugyanúgy ebben az univerzumban is félistenek, ugyanolyan lelkek, az nem egy külön kategória, hanem ugyanolyan lelkek, csak mint egy igazgató fel van hatalmazva, vagy vagy bíró, ő is fel van hatalmazva, hogy ítéljen valakik fölött, változtasson az életüket, akkor neki van ereje a szónak, amikor kimondja a bíróságnak, tárgyalásnak a ítéletet, akkor ez változtatja embernek az életét azonnal, amikor van egy ilyen, de ettől még mindig ugyan ember, mert utána, amikor nyugdíjból lesz, már nem lesz bíró, akkor utána bemehet bíróságra, és akkor ő kijelentheti a saját ítéletet, annak már nincsen ereje. Szóval, mert ez egy ideglenes pozíció. Ugyanúgy félisteneknek ez ugyanolyan lélek, ami ideglenesen egyből pozícióba kerül. És akik ezt nem látnak, az mudha. Szóval ez az egy kategória, akik imádnak a félisteneket. Közben nézzünk az időt. Aha, jó időben vagyunk.
A másik kategória a keresők. Ez egy külön kategória, akik keresnek az útjukat, hogy mi az, ami legmagasabb pont, a tökéletessége, legfejlettebb pont, amihez el tudok jutni az emberi élettel segítségével. És akkor ilyen emberek, ők átmennek sokféle szinten. Valamikor csak először, hogyha nem is ismernek félistenekről, akkor ezoterikus lesznek, próbálnak ott keresni, meggyőződni, hogy van nem csak ez a durva materializmus van, hanem van finom energiák, finom dolgok, és akkor ezoterikusok ingáznak. Amúgy ingáz, én már kipróbáltam, mikor mielőtt bakta lettem, most nem érdekel. És látom, hogy lehet becsapni saját magát, mert hogy ahogy, hogy most inga, tudod, vagy kör, így megy, vagy így, vagy körbe. És akkor így lehetne kérdezni, és akkor, hogy válaszot kapsz. De észrevettem, hogy az elmébe, ahogy gondoltam, akkor úgy pörgötött az inga, szóval ez teljesen önbecsapás. De mindig ez a terikus dolgok, mert nagyon tiszta elmét kell legyen, hogy inga valami mutasson. Akkor mit csinálnak még ez a terikusok? Tapasztalni lehet energiákat, lehet érezni, kinek milyen a betegsége. Nagyon jó újakkal, annyi sok minden van ezotériában. De a kereső az nem ragad meg ott, hanem megy tovább. Oké, akkor ezt kipróbáltam, meggyőződött, igen, tényleg vannak olyan dolgok, a finomabb energiák, mert minden ezen kívül, mint csak ez a durva materializmus. És akkor megy tovább, akkor imádkozik Istenhez, és Isten teljesíti a vágyát, akkor nincs kétsége, hogy van Isten. És akkor utána még valamit gyakorol, még finomabb, akkor lehet, hogy félistenek, és akkor ők is teljesítenek, vagy valaki találkozik ajurvédával, az is érdekes csodákat csinál. És akkor ember így meggyőződik, hogy igen, ezek a finomabb dolgok működnek, és kereső mindig kérdezi, jó, akkor ez a vége? Vagy van még valami? És akkor fog kapni választ. Aki nem, akkor annak lesz a vége. Akkor igen, a félistenek ugyanolyan, mint Isten, hogy ha nem keresi tovább, ha nem kereső, itt meg is ragad, de a kereső, az kérdezi, ez a vége? Van még valami ezen túl? És akkor mondanak, igen, van. Van Isten. És azok a félistenek, akiket ideig imádtál, ők igazából nagy kerből szednek a dolgokat. És a nagy ker Isten. Akkor, és a nagy keren tudsz nagy keráron kapni dolgokat. Miért kell neked áfát fizetni, mikor ott áfa nélkül tudsz kapni eredményeket. És akkor így valaki tud szépen fejlődni. A kereső az el fog jutni Krisnához, hogy meg fog érteni, hogy igen, félistenek, az ők miniszterek. De nem ők a legfelsőbb vezető is az egész világban. Ezért Srimad Bhagavatamba a első versben, első énekben, első fejezetben Vyasadev pont megcsinálja meghatározást, hogy Janmadeyas Yayataha, mondja, hogy minden Krisnától jön. Az egész világ. Ő teremti Janma, Ád és a többi teremti, fenntartja és elpusztítja. Szóval ez azt jelenti, mi tartozik a világba, félistenek, mindenkivel együtt. Ő teremti ezt az egészet, fenntartja ezt az egészet, és elpusztítja ezt az egészet. Szóval ő van fölötte, mindenki fölött. És akkor a Bigya Svarát, ugyanakkor ő függetlenőtől az a teremtés sehogy nem hat rá, ránk hat, most akkor milyen időjárás van, hideg, meleg, karantén, nem karantén, mindenen függünk, de ő nem függ semmi. A Bigya Svarát. És utána mondja, hogy
A téne hrida, gyana hrida, brahma kavaje. És akkor azt mondja, hogy félistenek rajtam függnek, mert a legeredetibb félisten az univerzumban, a fő félisten, ez az Úr Bráma. És azt mondja, még ő is, akár ő teremti másodlagos teremtést, ő már formázza a bolygókat, bolygórendszereket, megadja lelkeknek a testüket. De azt mondja, és a másik félisteneket ő teremti, szóval ő a Adikavaje, eredeti tudós ebben a világban. Még ő, hogyha nem kapna Krisnától a tudást és az energiát, akkor ő nem tudna teremteni. Szóval Krisna mutatja, hogy a Vyasadev ebben a versben mutatja, hogy félistenek teljesen rajta függnek, teljes mértékben, ugyanúgy, mint mi, csak ők fel vannak hatalmazva, mint mikor valaki ideglenesen miniszter, akkor ideglenesen miniszter lesz, de sose lesz a fő legfelsőbb uralkodó. És akkor ez egy fontos megértés a baktáknak, hogy hol van a helye a félisteneknek. Másképp, akik nem értenek, mert sokszor van, amikor például bakták szokták elmenni asztrologoshoz. És akkor asztrologos mondja, ajajajajajaj, Szaturnusz, Szaturnusz, azért nincs pénzed. Vagy valami más bolygó. És akkor baktam, hogy jajajajajaj, mit csináljak? Ahogy csak egy nem érett baktának mondanak valami, hogy milyen bolygó rosszul áll neked, akkor kétségbe esek. Jaj, mit csinálják? Mit csinálják? Hát akkor imádjál, mondjál Szaturnusz, vagy a Mars, vagy valamilyen bolygónak a mantráját. Ajándékozz Brahmanáknak fekete esernyőt, etesd meg a varjukat, majmokat, mit, olyan rituáli, meg ilyen rituáli. Megmondom, hogy ezek, amit most olvasunk, itt a 7. fejezet, ezek szerint, hogyha bakta észrevesz egy asztrológiai szerint neki valamilyen félisten problémát okoz, és elkezd, és elfogadja azt a tanácsot, hogy félisteneknek a mantraját mondja, ő visszalépett. Ez visszalépés. Miért? Azért, mert félistenek, a bolygók, ők a bolygók irányítók, nekik a feladat, amikor próbálnak rossz hatással, úgynevezett rossz hatással lenni valakire, azért, hogy valaki ébredjen fel, kapja fel magát, és kezdjen imádni Istent. Odaadó szolgálatot gyakorolni. Mivel ők is bakták, és mikor ők látják, hogy valaki még jobban gyakorol, akkor ők nagyon elégedettek, és utána kedvező hatással lesznek a baktára. Szóval ez a bakta asztrológia. És amikor bakta elhiszi egy asztrológusnak, hogy neki most Hare Krishna mantrán kívül kell valamit mondani, akkor Alpa Medasa, mint itt Bhagavad Gita-ban Krishna mondja, szerintem ez valahol 7. fejezetben van, Antavatupalam tesham, így van. Tadbavat Alpa Medasam, aki félisteneket imádja, Alpa Medasam. Alpa Seki intelligenciával rendelkezik. Alpa Medasam. Szóval ezt Krishna mondja, nem én csak közvetítem. Miért? Devan Deva Yajanti Mad Bhakta Yanti Mammapi. Mert aki félisteneket imádja, akik ideiglenesek, akkor ideiglenes eredményeket fog megkapni. De aki mad bhakta, aki az én baktam, yanti mamapi, az eléri engem, akkor ő megkapja mindent. Azt is megkapja, amit félistenektől kunyerál, de azt is, mert Krishna pont a 25. versben, 9. fejezetben azt mondja, hogy yogak sémam vaham yaham. Nem kell, azt mondja, hogy egy tiszta bakta
vagy egy őszinte bakta, ő bízik bennem, és érti, hogy jogaksem, vahamjam, hogyha te engem szolgálod, akkor én mindent megadom személyesen, mindent megadom neked, amire szükséged van, megőrözem, ami kell. Ezért az asztrológia nem kell, hogy megzavarjon baktákat, mert igazi szilárd bakta, az nem zavarodik meg. Hogyha rossz a bolygó, akkor egyet, amit változtatja az életébe, még jobban szolgál Krisnát. Még őszintébb, még több erőfeszítést és minőség, és a jó odarakja a tudatot. Mert lehet, hogyha külsőleg csináljunk dolgokat, de nem tudatosan, hanem csak rituként, akkor jönnek a problémák. Mert félistenek, ők akarnak segíteni baktának, hogy nagyon jó minőségi bakti jogát gyakoroljon, akkor csinálnak direkt nehézségeket, hogy ember, jaj, ömlik össze a világ, mit csinálják, akkor menedéket veszek Krisnánál. És hogyha veszek menedéket Krisnánál, akkor félistenek elégedetek, és akkor pozitív hatással lesz. Ez az egyik. A másik, hogy bízni Krisnába, hit, shraddha, ez azt jelenti, hogy a Krishna karma, Krishna bhakti sarva kama krita haya, hogy hit, bizalom bhakti jogába, Krisnába, ez meggyőződés, hogyha én csak bhakti jogát gyakorolok, akkor minden más cél is lesz teljesítve, és minden megkapom, ami kell. Krishna karma krita haya, yoga kshema vaham yaham. Krishna személy, és Krishna személyesen. Mert amikor mi félistentől kérünk, akkor ő akkor is megadja, csak közvetve. Akkor is tőle kapunk. De amikor mi bhakti yoga gyakorolunk, csak Krishnát imádjunk, akkor közvetlenül adja nekünk dolgokat. Közvetlen kapcsolatban vagyunk vele. Mint mikor van, amikor nincsen jó kapcsolat bakták között, akkor egy harmadik keresztül üzengetnek. És az mindig kicsit torzítva lesz, vagy valami, és akkor valaki, valamikor már kezdek mérgesek lenni ők a közvetítőre, és akkor mondja, hagyjátok már engem, beszéljetek ti egymás között. Legyen közvetlen kapcsolatok. Szóval ugyan itt is a félistenekük. Szóval, hogyha így valaki lát, akkor valójában kezd látni úgy, ahogy kell a Krisnával való kapcsolatot. Igen. Mam bakta. Mam. Szóval, még egyszer, akkor aki gondolja, hogy félistent kell imádni, akkor már alpa médaszám. Krisna azt mondja, nem túl sok intelligenciája van, cseki. De van ennél még komolyabb, következő versben fog mondani, 7-24. De azok azt mondja Krisna, akik személytelen brámát imádnak, avyakta megnyilvánulatlan valamit imádnak, avyaktam vyaktim appanam, mannyete, ők azt elképzelnek, hogy valami mindenséget imádjuk, a megnyilvánulatlan energia, univerzum, akik ilyen gondolják, hogy Istennek nincs személyisége, nincsen formája, ezt imádják, akkor Krisna mondja, a Buddhája. A Buddhája az azt jelenti, hogy hát ezeknek a Buddha, magyarul. Magyarul a Buddha. Nincs intelligenciájuk. Miért? Param bávam a gyananto, mamavyajam, anuttamam. Mert ők nem ismernek, hogy nekem van param bávam, van legfelsőbb, transzendentális természetem, formám, én személy vagyok, mert itt személyesen most Bhagavad Gita-ba Krishna személyesen itt mondja, vaham yaham, mondja, és akkor mondja, mam avyayam anuttamam. Ez azt jelenti, hogy nem ismernek az én transzendentális, öröki való, ami nem
nincs alárendelve ideiglenes természetnek, törvényeknek az én természetem. Akik nem ismernek, akkor mondani valami megnyilvánulatlan, érthetetlen, valahol valami, valamikor. Azt mondja a Krisna, akkor az a Buddhája. Szóval, ha ezek között, akkor inkább félisteneket imádjuk, mert az még legalább személyes dolog. De mi mindig a félistenek, Krisnának a szolgái. Pont ma, amikor beszéltünk, akkor beszéltünk, hogy igen, mi, mint bakták, Úrsivát imádjuk, de hogy? Mint Jogesvár, vagy Gopisvár, vagy aki a határon van, a sorompón, a lelki világban, és az ő engedélye nélkül lehet, hogy mi mondjuk Vrindávánba, Krisna völgybe, testére be tudjunk lépni, de tudatunk nem lép be. Ahhoz, hogy mi belépjünk tudattal lelki világba, a Krisnának a családjába, oda közelébe, ahhoz nekünk kell az Úr Sivának az áldását, mivel ő nagy bakta, és ő védi Szent Dhámot azoktól, akik nem tiszták, ne tudjanak belépni. Szóval ő tiszta bakta, és nekünk szükség van tiszta baktáknak az áldását. És hogyha mi úgy látjunk Úr Sivát, akkor mi ezzel Krisnát elégedetet teszünk, mert Krisna szereti, amikor az ő nagy baktáját valaki imádja. A lelki tanítómestert, Srila Prabhupádot, Úr Sivát, nagy bakta. De amikor egy különálló Istennek gondolja valaki Úr Sivát, akkor ő se elégedett, akkor ő látja, hát Alpa Medasa, nem túl sok intelligenciája van, de nem baj. Ezek a különbségek, mert hogyha kereső, nem baj, az majd fog fejlődni, de ha beragadt, félisten imádottna, akkor az sokáig ott fog maradni. Oké. Nézzünk itt vissza egy kicsit. Ötödik. Imár van negyed. Negyed. Mindjárt lehet, hogy kérdésekhez fogunk kijutni, csak még egyszer átnézem itt magyarázatban, hogy mi az, amit még nem érintettem a 20. versben. Igen. Hát ez igen, hogy Srila Prabhupáda Chaitanya Charitamritát, Adi Lilát is idézi, hogy van csak egy úr, tehát nincsen sok úr, félistenekkel szemben, hanem Krishna, Istenség legfelsőbb személyisége, és mindenki más az ő szolgája. Igen. Mint megint ez a vahami, aham, ez a bizalom, hogy ez a pont, ez a megértés, amit elején mondtam, a csintje abédatatva, hogy Isten ő tud lenni nagyon közel, ő tud lenni nagyon távol egy időben, ő lelki világban ott van, és csak saját köftelésekben részt vesz, de ez az a csintje, hogy ugyanakkor, ő nem is tudatos rólunk, de ugyanakkor tud rólunk is, és hogyha mi forduljunk hozzá, akkor mivel nincs neki, az a csintje az azt jelenti, hogy nincs lehetetlen, ő mindenre képes, hogyha mi bízunk, hogy csak őt és csak tőle, akkor ez meg tudja adni, mert nincs neki lehetetlen. Ő meg tudja csinálni, tud hozzánk lejutni, és tud nekünk megadni, ami kell személyesen, nem probléma. Ez a bakta, aki, ez az egészséges filozófia, aki érti. Nem csak, hogy mi nem imádkozó, hát nem érdekel Krisnát, nincs rá, ő ott van, én itt, én ilyen kicsi vagyok, de nincs lehetetlen, képzeljétek el, Krisnának nincs lehetetlen, higgyünk el, hogy a kicsi, jelentéktelen lélekhez is tud lejutni, és megadni neki a dolgokat. Ez a vahamyaham. Jog sem a vahamyaham. Szóval meg tud minden adni. És ez egy alap filozófia, mert ha ezt értjük, akkor a többi Isten irányi szeretet már el tudjuk érni. Hogyha itt a hiba, ezeket nem nincs tisztába, mi a Krisnának a természete, akkor valami más irányba fogunk menni, vagy Isten nagyon távol, akkor sose fogok elérni, vagy
mindenki egy van Krisnával, egy, akkor megint nem lesz Krisna irányi szeretet, mert hogy ő személytelen, a személytelennel nem lehet személyes szeretet, boldog viszonyokba kerülni. Nem tudom, ki tudja a szeretet viszonyban lenni számítógéppel. Szerelmes kapcsolat, tipptelen. Nem lehet, mert a személytelen. De viszont gyerekkel, férfeleséggel lehet, mert ők személyek. Szóval ugyanúgy, hogy nem tiszta, hogy Isten személy, és hogy ő távol is tud lenni, de abban a pillanatban, mivel ő minden átható, van neki ez a acsincse sakti, ez a lehetetlenre képesített energiája, hogy nincsen lehetetlen, akkor, hogy ő távol, ő minden átható, és ő bármikor bárkinek meg tud nyilvánulni, és amúgy mindenkinek szívében ő is ott van. Ez egy fontos alap megértésünk. És ma is próbáltunk emlékezni együtt itt, hogy kinek volt életében példa, hogy Krisna személyesen viszonyult, és akkor így lehet, hogy gondolkozzatok egy kicsit is, és akkor amikor visszakapcsolom a fülesemet, hogy halljam, akkor lehet mesélni, hogy kinek már volt ilyen tapasztalatot, Krisna személyesen viszonyult az tiszta bakta keresztül, akkor is ez a személyes viszonyulás Krisnának, mert ő személyes viszonyokban fel tud használni tiszta baktákat, az nem probléma. Oké. 20. Én megállom, mert hogyha van kérdésünk, akkor tudok beszélni, kérdezni. Nekem lenne egy kérdésem, Bhakti Prabhu. Most valaki megint így, valami miatt megint visszhangzok. Talán most nem. Jó, azt szeretném kérdezni, hogy én úgy érzem, hogy legalábbis az én esetemben, nem tudom, hogy más esetében hogy van, hogy Krisnával való kapcsolatunk az olyan nagyon dinamikus. Tehát, hogy valamikor ugye közelítünk felé, valamikor egy kicsit távolabb vagyunk, hogyha az embernek egy kicsit stabilabb a lelkélete, akkor mindig úgy érzi, hogy Krisna jobban benne van az életében, jobban belelép. De mi van akkor, amikor azt érzi az ember, hogy eltávolodik? Olyankor mi az, ami elválasztja Krisnától? Uh-huh. Hát elválasztani Krisnától csak mi tudjunk. Ő nem távolodik el, amikor illúzióban vagyunk, mert ő minden pillanatban ott van velünk, neki ez nem probléma. De amikor mi kezdjünk látni külön, ez úgy hívják, hogy Beda Buddhi. Amikor az én tudatom távolodik tőle, hogy itt ez az enyém, én vagyok külön tőle, ő neki ez a vágya, de nekem ez a vágyam, neki ez az akarata, de nekem ez az akaratom, ez az enyém. Itt mondja pont a Isopanisát. Isavasamidam sarvam. Yatkicham jagatam jagat. Tejne csak tejne bujjitam magridhat. Kasszaszidhanám, hogy ebben a világban minden ő által van irányítva, és mindennek ő a tulajdonos az, Isá, Isten a tulajdonos. De mikor élőlény elfelejti, akkor kezd másik irányba futni Istentől. Ez történik. De illúzió, ez belső illúzió, hogy ő, és akkor ő érzi, hogy ő távol van Istentől, mert hogy lehet eltávolodni Istentől? Nem lehet. Nem lehet tőle elfutni, mert amint te futsz, az a föld, az ki? Az az övé, ez az ő energiája, te már azon az Istenem. A lábad az mi? Miből van? A tested miből van? Isten energia. Ez csak illúzió, amikor még külön kezdjünk látni Istentől, ez a Beda Buddhi, mikor nem tudjuk összekapcsolni Istennel a dolgokkal, ez egy illúzió. És akkor gondoljunk, hát igen, Isten velem nem törődik, vagy távol, én annyira távol, de egy pillanat alatt lehet visszaállítani a kapcsolatot. Csak kiabálni kell, Krisna, tiéd vagyok. Ez úgy hívják, hogy Tadiya. Tadiya Buddhin vagyok a tiéd. Akkor ebben a pillanatban a
Daivin Prakritim Asrita. Amikor én veszek az ő, nem szaladok tőle, mert általában miért eltávolodik valaki? Mert azt gondolja, hogy Isten nekem akadályozza élvezni, és akkor ne lássa, távol, illúzióba kerülök, és próbálok külön Istentől élvezni. Úgyis illúzió, mert ő mindent tud, minden lát rólam, szóval ez egy illúzió. De akkor ez a távolság. Amikor én próbálok közelíteni vissza, akkor úgyis Krisna minden megőrzi, amit van, nem fog elvinni tőled, ez a joga séma. És akkor tadiya buddhi az azt jelenti, amikor én vagyok a tiéd. Mi van ez a történet, amit sokszor már meséltem, hogy volt egy bakta, aki annyira Krishna meditál, manasa, hogy volt mai vers, hogy az ő elmébe csak Krishna volt, annyira, hogy nem tudták felvenni sehol dolgozni, mert nem bírta más csinálni, mi Krishnára gondolni, nem tudták rábízni a dolgokat. Aztán végül valahol felvették őt egy raktárba, ahol magtároló, búzatárolóba, vagy rizstároló helyre, és akkor ott dolgozott őrként. Egyik alkalommal ott kettő szent, a szanyászi, szóval szélhámos, akik szanyászi ruhában voltak, mert valamikor szokták kihasználni, hogy szentek vagyunk, és akkor megyünk Alamizsnát koldolni, és akkor erre nekünk megadják sok-sok adományt, és akkor ebből élnek, szokták lenni ilyen szélhámosok, és akkor ők pont mentek keresni, hol lehet koldulni, és egyik mondja a másiknak, figyelj, ott van ez a bakta, ő úgyis ilyen krisnás, egy kicsit túlzásba viszi a dolgokat, menjünk hozzá, meglátod, hogy őtől tudjunk kapni bármit. Akkor jó, de akkor ne így megyünk, hogy ez a kis szatyóra, hanem vigyünk egy zsákot, biztos tud adni. Jó, és akkor elmentek hozzá, mondták, jaj, mi olyan szentek vagyunk, hogy csak na, kérünk, hogy add nekünk kis alamizsnát. Jó, persze, gyertek. Akkor kitelkerették azt a zsákot, amiben az egész univerzum belefér, és akkor ő fogta egy ilyen mércét, és akkor mércével elkezdte. Ő nem hindi nyelven beszélt, hanem valami más szóláson. Indiában sok ilyen tájnyelv van. Akkor számolta 1, 2, 3, 4, és akkor, mikor 13-at számolta, az ő nyelven 13 az terah. De terah azt is jelenti, hogy én a tied vagyok. És mikor belemerítette, számolt, és szórta a zsákba a rist, akkor mondta terah. Az ő elmére rögtön egy ilyen hatása, hogy én a tied vagyok. És olyan boldogságot érezte, fú, én a tied vagyok. Az annyira nagy elégedettséget, boldogságot, extázis neki okozta, ha már elfelejtette, mit csinál, csak terah, terah, és csak miért is mindig, ők pedig néznek 13, és akkor mondanak, néznek egymásra, na, mondtam, hogy krisnás. De utána, amikor csak így egy idő múlva társultak vele, tiszta baktával, és látták ezt a hangulatot, hogy ő hogyan csinált, hogy ömlenik, patakzik könny a szeméből, és milyen extázisban van, akkor ők is megtisztulták abban a pillanatban, és akkor ők is már ott patakzott a könny, és vele együtt mondták, terah, én vagyok a tiéd vagyok. Szóval ez a, amikor kijövünk az illúzióban, és nem engedjünk, hogy legyünk külön távol Istentől, hanem én vagyok a tiéd, akkor ez egy nagy-nagy boldogságot nekünk tud okozni. Válaszoltam kérdésre? Igen, köszönöm szépen, Bhakti Pátrabhu. Jó, más? Jó, nincsen, akkor visszaadom Júliának a szót.
Köszönjük szépen, Bhakti Pál Prabhu a leckét, és akkor ilyenkor körbe szoktunk menni, és akkor végig kérdezgetünk, hogy akkor ki hogy van, mi van vele, hogy érzi magát mostanában, akkor megkérnénk, hogy akkor kezdte. Jó, mi újság veled? Most azt hallottuk, hogy Szombathelyen vagy, mi újság Szombathelyen, mivel foglalkozol, hogy megy a prédikálás? Uh-huh. Jó, oké, Szombathelyen jó vagyunk. Itt vagyok február végig, és most nagyon jó telik az idő, mert csak tanulás sok idő. Nem tudom hány órát egy nap, akkor vannak előadások, élőféle, többféle előadások van, amikor valami a tudatos életmódra csináljunk, valamit a Bhakti Yoga csoportban, Facebookon most megy pont az élő a védikus filozófiára, Facebookra, akkor YouTube-ra, szóval tanulunk, és ugyanakkor megosszunk, mert amikor megosztott a tudást, akkor több eredmény van egyszerre. Az egyik, hogy jobban megértesz, miket tanultál, világos lesz, hogy most miket is tanultam, miről szólt. Ugyanakkor gyakorolsz, hogy ne őrizd meg önzően csak magadnak, hanem oszd meg. A harmadik, hogy aki beszél, és aki hallja Krisnáról, az tisztul. Szóval ez egy fontos dolog, hogy azért beszélek, nem azért, mert valamiket tudok, hanem hogy megtisztuljak. Mert ez nagyon erősen tisztítja, amikor valakik beszélnek, hogy hallják Krisnáról, tisztítják a beszédet, tisztítják az intelligenciát, az elmét, és most nagyon sokat ezt csinálom, és utána megyek Szegedre. Mikor? Március eleje, február vége. Ott leszek 2 hónapot. És akkor ki a Covid kigyáj, mert most sok online van, sok ember online jön, keres, és sok embernek meg lehet osztani ezt a tudást, és minél több embernek, annál jobban tisztulunk. Most van Bhagavad Gita, nem, milyen kurzus? Bhakta program kurzus van, és csütörtökén 19 órától, valamilyen, nem, most nem tudok mondani mai napra, de 140 környékén regisztráltak rá, ami én gondoltam, hát 10 ember, hogyha jelentkezik és részt vesz, az már sikeres az életem, de kicsit egy párral többen jelentkeztek, de nézzük meg, hogy hányan fognak maradni. Az a lényeg. Igen. Aki akarja, Sámcsi Mataji küldte róla, hogyha valaki szeretne, Júliáék már írták, hogy megnézték a YouTube-on, és akkor majd aki tud le csatlakozni. Szóval gyakorlatilag ideális helyzet, csak tanulni lehet, japázni és beszélni Krisnáról. Most ez a 100%-ban telik így a napom. Ez nagyon jó. Na nézzünk, hogy meddig hogy, de most így mennek a dolgok. Uh-huh. Jó? Köszönjük szépen Bhakti Pál Prabhunak, és egyébként körbeküldtük Shyamji Matajinak az e-mailjét, hogy vannak ezek a programjaid, és utólag elküldtem a linket is, amit elküldtél nekünk, hogy hol nézhető vissza az előadás, úgyhogy mindenkinek csak ajánljuk, mert nagyon jó bevezetője volt így a Bhagavad Gita-nak és az egész Bhakta kurzusnak. Köszönjük, Bhakti Pál Prabhu, akkor gyorsan végigfutnánk a baktákon. Gizi, mi újság? Mert minden rendben van, köszönöm szépen. Mint mindig, igen.